Sziasztok, Batkeri Tóth Viktor vagyok, a TTK-nak az egyik geográfus hallgatója, mesterképzése utolsó éves, és az előző szemeszteremet fél évig Prágában töltöttem. Hihetetlen élménnyel meg hazatértem júniusban, és azóta most a diplomamunkámat teljesítem, és próbálom befejezni és végezni a képzésemmel. Első körben, amikor gólya voltam, az egyik szeniorom mesélt arról, hogy lehet külföldre utazni az egyetem alatt egy fél éves vagy egy éves ösztöndíjjal. Első körben kicsit ijesztő volt, tehát az első egy-két alkalom, amikor beülsz egy teljesen idegen helyre és így nézel ki a fejedbe, hogy na, akkor most mit csináljál? De ez kb. Egy 5 percig tartott, mert a kinti emberek, az ottani ISNS hallgatók, vagy az oktatók, vagy a többi Erasmus-os diák is nagyon-nagyon közvetlen volt, és szerintem, hogyha 10 percet ültem egyedül, aztán utána becsöppentem egy társaságba, és velük voltam végül az egész 4,5 hónapban. Két része van, a tanulási része, szakmai gyakorlatok, kirándulások, az, amit az egyetem csinált, az nagyon pezsgett, de folyosan voltak óráink, mindig érdekes előadásokat tartottak. Ha esetleg elmaradt valami óra, akkor oda is inkább beraktak egy ilyen pót túrát, vagy valami felfedezést. A másik része pedig ugye a hallgató élet volt, ez a bulik, kirándulások és egyéb. Nagyon jó ki tudta jönni az ösztöndíjból, tehát a hónap elején mindig be kellett fizetnem a kollégiumot, és onnantól kezdve gyakorlatilag nem volt olyan, amire azt kellett mondom, hogy ezt most nem tudom megvenni, erre most figyelnem kell, hanem pontosan be tudtam osztani, és teljesen jól kijöttem a pénzemből. Sőt, annyira jól, hogy az áprilisban egy szünetbe 4 napra ki tudtam menni Dublinba, ahol a repülőjét is és a szállást is önmagamnak fizettem, tehát teljes mértékig elég volt az ösztöndíjam. Szerencsére Prága nem olyan hűtödrága város, és ilyen lehetett. Szerintem az, hogy nagyon sokat fejlődtem az a szakterületemen, tehát térinformatikát mentem ki tanulni, és térinformatikából olyan dolgot ismertem meg, amit itthon szerintem sokkal nagyobb ráfordításra sikerült volna, kint viszont ezt az ottani oktatók, vagy esetleg kinti, de mégis külföldi előadók nagyon hamar megtanították nekem. Valamint emberileg sikerült egy picit fejlődnöm, vagy visszafejlődnöm, ezt még nem tudom. Megtanultam befogni a számot, megtanultam ténylegesen figyelni egy másik emberre, megtanultam jobban kommunikálni, könnyebben nyitni és még közvetlenebb lenni másokkal, akár milyen kultúrából, vagy akár milyen országból jöttek volna, és nincs. Miért ajánlom másoknak? Mert szerintem az egyik legjobb lehetőség arra, hogy ténylegesen külföldön legyél egy rövidebb vagy hozamosabb időt, tehát akár 10 hónap is ki lehet menni, hogy jól tudom. És mind anyagilag, mind tanulmányilag, mind szerintem emberileg egy tökéletes lehetőség arra, hogy külföldön éljél, és nem kell a családodat megszakítani ez miatt, vagy nem kell sok mindent feláldozni, csak az idődet arra, hogy kimenjél, és ott próbálj meg boldogulni. És szerintem nagyon jó arra, hogy megismerd önmagad a végére.